A kemecsei Arany János Református Általános Iskola diákjai énekelnek a megyei értéktár konferenciáján. A rendezvényen a megyei értékmentésben dolgozók munkáját, annak jelentőségét mutatták be a meghívottaknak, többek között településvezetőknek, honismerettel foglalkozó szakembereknek. Baracsi Endre, a megyei értéktárbizottság elnöke elmondta, bíznak abban, hogy az ilyen eseményekkel újabb lendületet kaphat a településeken a helyi értéktárak létrehozása. Most jelenleg a megyében még a települések felé nem működik értéktár, tehát van még feladatunk bőven, tehát azért még ez egy komoly hiátus, és szeretnénk azt minden egyes alkalommal megerősíteni, hogy igenis foglalkozzanak a helyi értéktárakkal, találják meg azokat a kovász embereket, akik tudják működtetni, mert minden az emberen múlik egyébként egy-egy településen, tehát hogyha megvan az az ember, aki akar a helytörténettel, az őket körülvevő értékekkel foglalkozni, akkor az működni fog, úgyhogy ez a legfontosabb, hogy mindig legyen egy elhivatott, az értékek és a helytörténet, illetve a helyi identitás felé elkötelezett ember, és hogyha ez megvan, akkor úgy gondolom, hogy működik. Nekünk meg nagyon fontos az, hogy meglegyenek ezek a lábak, hogy a megyei értéktár is valóban egy olyan erős talapzaton álljon, amely aztán felhatalmaz bennünket arra is, hogy esetleg egy-egy értéket majd tovább is vigyünk, akár a nemzeti értékek, akár a hungarikumok felé. Erre ugye volt már példa az elmúlt időszakban is, nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az utóbbi években több hungarikum is került a megyéből, akár mondjuk Mária Pócs, vagy éppen a Beregi keresztszemes hímzés, és nekünk az a célunk, hogy ezt a feladatot, ezt a küldetést tovább vigyük. Az is elhangzott. Az értéktár konferencia helyszínéül azért választották Kemecsét, mert a városban példaértékű értékmentést végez az önkormányzat. Kemecse szülötte volt Répási Mihály, az 1848-49-es szabadságharc hőstábornoka, aki kiváló képességeinek és bátorságának köszönhetően lett katonai vezetővé. Kemecse főterét is róla nevezték el, 2006-ban pedig Hanvait szülőföldjére szállítatták, és a helyi kegyeleti parkban helyezték végső nyugalomra. Egy kegyeleti parkot hoztunk létre, a tábornokot Hanvait hazahoztuk, és kegyeleti szertartás keretében, újra temetési szertartás keretében a Hanvait hazai földben szülőföldjén elhelyeztük, és természetesen intézmény is őrzi a nevét, a Répási Mihály, a szociális intézményünknek a neve, az Répási Mihály Honvéd tábornokról van elnevezve. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár Lajstromában jelenleg 157 értéket tartanak nyilván, legutóbb a Kállai házat és a Kállai család örökségét, valamint a Magyar Rádió Nyíregyházi stúdiójának archívumát vették fel a gyűjteménybe.